pár kérdést mi is feltehetnénk 24.hu-tól. Először is egy picit hiányoljuk a hamburgereket és hotdogokat egy ilyen igazi amerikai eseményről. Nem volt ilyen terv? Nem volt ilyen terv. Miért lett volna ilyen terv? Mi vagyunk, mi szakácsok? Sziasztok! Milyen zászlóval érkeztük? Ez az identitás generáció zászlója. Donald Trump már tett egy gesztus Magyarország felé, nem? Hogy ugye a szállodaszobájába akarta invitálni sarkakat, tehát hogy ezek szerint szereti a szép magyar lányokat. Ezt valószínűleg ön értékeli, mert az ön világában, abban a szomorú és beteg világban, amiben maga él, nyilván ez a fontos. Trump, amit véghez kíván vinni Amerikában, Európában is ez lenne a fontos. Tehát igazából a valós európai értéket képviselni az európai politikusoknak is. Volt felesége, nem erőszakkal vádolt a Trumpot. Erről mit gondol? Nem erőszakkal. És én úgy gondolom, hogy a nemzetközi média csúnyán kikezdte Donald Trumpot. Nyilvánvalóan. Hillary-t nem egyébként? Én úgy gondolom, hogy vele kesztyűs kézzel bántak. Donald Trump a sikeres fehér férfi. Sokak szemében ez már önmagában bűn. De részt vettél volna egyébként az úgynevezett Golden Shower Party-n? Nem, én az ilyeneket nem szeretem. Ó, igen, a felesége nagyon csinos. Sokkal csinosabb, mint Michelle Obama. És miért egyébként? Hogy miért? Mi az oka? Mi tetszik benne? Tudod, az ember érző lény, és van, aki szimpatikus, van, aki nem. A kérdései például nem szimpatikusak, de válaszolok rájuk. Thanks, Obama! Yeah! Hip hip hooray! Trump beiktatási ceremónián a szervezett ünnepség mellett egy 50 méterrel szerveztek egy demonstrációt, ahol tulajdonképpen csak Obamát búcsúztatják mécsesekkel, fáklyákkal. Ön szerint kinek van jobb fizurája, Obamának vagy Donald Trumpnak? Van egy remek ötletem. Menjenek maguk a picsába, jó? Köszi. Why are you crying? You know, dramatically it's the end of the world. Viva Las Vegas! Viva!